A rajzpályázatot 3 korcsoportban hirdették meg, óvodásoknak, alsó, valamint felső tagozatos általános iskolásoknak. Nagyon szépen dolgoznak a gyerekek, de kell nekik valami motiváció. És úgy gondoltuk, hogy karácsony előtt, hogy önmagukat megajándékozzák, vagy meglepjék, vagy a családtagjaikat, ezért valami kis ajándékkal készüljünk. Helyi vállalkozók ebbe nagyon sokat segítettek, nekünk igazság szerint meglepett, de nem kaptam tőlük senkitől negatív választ, mindenki nyitott volt a dologra. Intézményvezetők, rajzpedagógusok, művészeti iskola szintén örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, és igazság szerint mindenben mellénk álltak. A rajzokon a gyerekek a karácsonnyal kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket jelenítették meg. Templom, ugye kis Jézus születése, a megterített asztal volt, aki csak egy bőségben megterített asztalt rajzolt. Ugye a kandalló, meg a tűz az nagyon sok helyen szintén ugye témaként szerepel, ajándékok, eleve egy téli táj. Volt, aki például nagyon jól látható kiskörösnek a terét próbálta megjeleníteni ezzel a pöttyözött dolgokkal, az éjszakai teret, mert neki valószínűleg ezt jelenti a karácsonyt, hogy azt a hangulatot próbálta megfogni. Mindegyik korcsoportban 3 helyezettet választott a szakemberekből álló zsűri. Babucsikné Anna néni, Ispánovics művész úr és Vlucskó János a grafikai tanszék, iskolavezető pedagógusa voltak a szakmai zsűrik, segített még Kunhegyesi Feró is a szervezésben, segített engem összehozni ezekkel az emberekkel, mert én ugye annyira nem ismertem még őket, de nagyon pozitív a tapasztalat. A képeket a Facebookon is lehetett lájkolni. A közel 15 000 lájk alapján a szervezők közönségdíjat is kiadtak a Művelődési Házban megtartott eredményhirdetésen. Január közepétől minden rajz látható lesz egy nagyszabású kiállításon a Művelődési Központban.